Két nemzet hősére az 1779. május 11-én a Charlestown-i csatában hősi halált halt. Kovács Mihály huszár ezredesre emlékeztek szülővárosában Karcagon. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy az amerikai függetlenségi háborúban a legmagasabb rangot betöltő magyar katonatiszt hősiesen szolgálta a szabadság eszméjét, hűmaradt hitvallásához, vállalt kötelezettségéhez, mindhalálig harcolt a szabadság és a függetlenség eszméjéért. Ő fegyver által halt meg. Azt gondolom, hogy minden katona számára ez a legnagyszerűbb halál, ahogy Petőfi Sándor is annak idején megfogalmazta. Petőfi Sándor is egy huszárról, János Vitézről írt egy gyönyörű, mindenki által ismert elbeszélő költeményt. A katona az, amikor leteszi az esküjét, akkor azt fogadja meg, hogy a hazáért, a szabadságért, az ártatlanok védelméért, az emberek biztonságának megőrzéséért, akár az életét is adja. Kovács Mihály így járt el. 14